Továbbra is olcsó marad a csirkefarhát, az étolaj és a liszt. A kormány ugyanis október 1-ig meghosszabbította az élelmiszerár stoppot. Szintén az eddig megszokott áron vásárolhatunk benzint és gázolajat. A hitelmoratórium és a kamatstopp pedig december 31-ig érvényes. Ez utóbbival kapcsolatban a szakértő óvatosságra figyelmeztet. Ezen a feliraton biztosan nem változtatnak a benzinkút kezelői október 1-ig, ugyanis marad a 480 forintos benzin és gázolaj ár. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke azt mondta, végrehajtják a kormány elvárásait, ha teljesítik a feltételeiket. Legyen kellő mennyiségű üzemanyag, amit el tudunk adni, legyen kellő ár, és hogy a rezsinket és a villanyszámlánkat ki tudjuk fizetni, és megfelelő végrehajtási utasítás, hogy a jogszabályoknak megfelelően tudjanak működni mind a manuális, mind az automata benzinkutak. Az élelmiszerástopp a kristálycukorra, a finomlisztre, a sertéscombra, a csirkemellfilére és csirkefarhátra, a napraforgó étolajra és a 2,8%-os tartós tejre érvényes. Raskó György agrárközgazdász úgy véli, meghosszabbítás nélkül óriási lenne a drágulás. Hogyha nem hosszabbították volna meg a mostani árbefagyasztás határidőt, akkor gyakorlatilag ilyen étolajtól kezdve a húsfélék, a liszt ára további 40-50%-kal emelkedne. Erdős Éva a hitelmoratórium és a kamatstopp meghosszabbításából a lépcsőzetességet hiányolja. Épp ezért úgy véli, egyelőre óvatosan kell kezelni a bejelentést. Én nagyon óvatosan kezelnék mindenféle örömújjongást most ezzel kapcsolatban. Ez átmenetileg, pillanatnyilag nagyon jó, és aztán azt mondom, hogy ennek majd később azért lesznek következményei. A GKI vezérigazgatója úgy véli, a legfőbb kérdés, hogy miért csak októberig, és miért nem a hitelmoratóriumhoz hasonlóan évvégéig hosszabbította meg a kormány az élelmiszer és benzinástoppot. Teljesen nyilvánvaló a hosszabbítgatások során, hogy ha nem csak az a szándék, hogy mindig elmondhassuk, hogy lám még mindig fönn vannak az árstoppok, akkor egyéb okot nem nagyon látunk erre. Az igazi ok nyilván az, hogy nagyon elszállt az infláció, és az árstoppok felszabadítása abban a pillanatban ugrasztaná az árindexet egy még nagyobb tartományban. A GKI vezérigazgatója szerint, ha a kormány megszüntetné az árstoppokat, az infláció a 15-20%-ot is elérhetné.